Aggódik a jövő évi költségvetés miatt Csikán Attila, az első Orbán kormány gazdasági minisztere. A közgazdász a Parlament TV-nek nyilatkozott arról, hogy szerinte a 2015-ös költségvetés rengeteg veszélyt hordoz. Például azért, mert az idén bevezetett 27 új adó nem hatását senki nem vizsgálta. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a gazdasági növekedés kiegyensúlyozott. Azt írják, a kormány 2010 óta 17 új adót vezetett be, 14 közterhet pedig megszüntetett. Készülnek a Mercedesek Kecskeméten és az Audi Győrben. Az autógyártás a magyar gazdaság egyik legfontosabb motorja. A nemzetgazdasági miniszter arra számít, jövőre is európai átlag fölötti lesz a gazdasági növekedés. 2015-re 2,5%-os bruttó hazai termék növekedéssel számolunk. Csikán Attila egyetemi tanár szerint Varga Mihály túl optimista. Az első Orbán kormány gazdasági minisztere azt mondja, a kabinet csak idén mindenféle előzetes hatástanulmány nélkül 27 új adónemet vezetett be, ezért szerinte a jövő évi költségvetés hatása kiszámíthatatlan. A költségvetés rengeteg, vagy nagyon sok veszélyt hordoz a következő évre vonatkozólag. Ebben egyébként megegyezik a közvélekedés, mert különböző megfogalmazásokkal a vezető közgazdászok, még az állam apparátushoz közel álló közgazdászok is ezeket a veszélyeket megemlítik. Kémia óra az egyik budapesti gimnáziumban. Elképzelhető, hogy jövőre kevesebb osztály lesz a pedagógusok szakszervezete szerint. Orbán Viktor korábban arról beszélt, a középfokú oktatást a gimnáziumokból a szakközépiskolák felé kellene terelni. Nagyon sok család azt hiszi, hogy a sikeres élethez egyetlen út vezet. Gimnázium, érettségi, valami egyetem vagy főiskola, ez tévedés. Nem akarom őket tévedésben tartani. E fölött a gondolkodásmód felett eljárt az idő. A sikeres élethez az út a szakmán keresztül vezet. Ezt az elképzelést is bírálta Csikán Attila. Szerinte egyre többen kiszorulhatnak az oktatásból. Tovább szűkül az a társadalmi réteg, ahonnan a felsőoktatásra bekerülők kijönnek. Ugye hát a vezető egyetemeken ma már elvétve lehet találni valójában hátrányos helyzetű rétegekből származó diákokat. Ezeknek a korábban többé-kevésbé létezett különböző támogatásai, azok kifutóban vannak, vagy már nincsenek is. Ugye, és hát ezáltal az a helyzet, hogy lényegében a felső középosztály privilégiumává válik, a középosztály és a felső középosztály privilégiumává válik a felsőoktatásban való részvétel. Csikán Attila szerint nehezen képzelhető el az oktatás fejlesztése úgy, hogy milliárdokat vonnak el a rendszerből. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma híradónknak azt válaszolta, jövőre több pénz lesz az oktatásra. Csikán Attila véleményére a Nemzetgazdasági Minisztérium pedig azt írta, a gazdasági növekedés kiegyensúlyozott. 2010 óta 17 új adót vezettek be, 14 közterhet pedig megszüntettek. A tárca az adónemek számánál sokkal fontosabbnak tartja az adó- és járulékelvonások GDP arányos mértékét, amely a szocialista kormányzás alatti 41%-ról 39%-ra csökkent.